A harmadik napon a versenyzők a táborhoz közeli helyről indultak, majd 414 kilométer megtétele után érhettek célba. A napot az 53. ellenőrzőpont határozta meg, amely nagy fejfájást okozott a motorosoknak. Szinte senki sem tudta megtalálni, ezért a legjobb versenyzők is fél órás késéssel érkeztek célba. Gyenes Emmanuel is sok időt vesztett az említett gond miatt. 392-es kilométernél nem találtunk egy waypointot, és nagyon sok időt ott hagytunk. Én majd egy fél órát kerestem, nem tudom hányszor visszamentem, mindenhol felmentem, és nem volt. És hát nagyon szomorú vagyok ezért, szerintem nem a mi hibánk, mert nem volt az úton. Lehet mások megtalálták, de végül egy fél óra keresés után eljöttem úgy, hogy átugrottam rajta, mert nem volt mit csináljak. A pályabírók úgy döntöttek, hogy módosítják a mért szakaszt a motorosok számára, ugyanis műszaki hiba miatt nem lehetett teljesíteni a távot, így végül Gyenes a 41. helyen ért célba, 21 századdal maradt le az első helyről a MIL motogéposztályban. A módosítás híre megörvendeztette Szágmeister Gábort is, aki a keddi távot a 114. helyen teljesítette. Néha köves volt a talaj, de járható volt, néha homokos, néha nem tudom mind, de úgy jó tempót tudtunk diktálni. Aztán az utolsó 120 kilométerre itt a szervezők csináltak megint egy ilyen totál köves pályát, amin én nem tudom, 2,5 órát eltöltöttünk. Szerdán Al-Ulába költöznek a versenyzők, amért szakasz 453 kilométer lesz, míg az etap összhossza közel 700 kilométer tesz majd ki.